estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Közel 1,5 milliárd forintból bővül a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári kampusza. A hallgatók már jövőre a megújult épületben tanulhatnak. Mutatjuk, hogy jelen pillanatban hogyan néz ki az épület, és azt is, hogy mi lesz belőle. A romos állapotban lévő épületben a 19. században még huszárok éltek. A régi laktanyát nem sokára fiatal hallgatók töltik meg, 2019. májusára ugyanis modernizálódik, és a környezete is változik. A régi romos épület átalakításán már dolgoznak a szakemberek. A közel 1,5 milliárdos fejlesztéshez az Európai Uniós forráson kívül Székesfehérvár önkormányzata és saját forrásából az egyetem is támogatást ad. Fehérvár az ország top 3 gazdasági centrumának egyike, jelentős hazai és nemzetközi vállalati partnerekkel, akik számára jól képzett munkaerő elsődleges a versenyképesség, a versenyképes működéshez. A város fejlődését nagyban meghatározza, hogy mit tud a lakosság számára nyújtani. Ezek között a legfontosabb természetesen, a legfontosabbak természetesen a biztos munkalehetőség, a sport és egyéb társadalmiak fontos funkciók, mint a megfelelő színvonalú egészségügy és természetesen a felsőoktatás helyben történő biztosítása. Olyan képzéseket hozott a Corvinus Egyetem Székesfehérvárra, ami nem szükségszerűen létezik Budapesten, illetve olyan képzési formába, duális képzési formába is tanulnak itt a hallgatók, ami szintén azt szolgálja, hogy ezek a hallgatók a későbbiekben Székesfehérvárra maradjanak, és abba a vállalati környezetbe, ahol a duális képzés vállalati részét végrehajtották, itt helyezkedjenek el. Itt polgármestert meg tudom nyugtatni, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy a hallgatók, duális hallgatók több mint 90%-a általában annál a vállalatnál kezdi meg a munkáját, ahol egyébként a duális képzését kapta, végrehajtotta. Ezt, ha Fehérváron volt, akkor nyilván ezt itt fogja megkezdeni. Nem tudunk olyan gazdasági szereplővel találkozni, aki ne kérné rajtunk számon, és ne határozná meg közös állami, önkormányzati és az oktatáson keresztül megjelenő és a cégek felelősségét és együttműködési kényszerét, hogy a szakképzett munkaerő vonatkozásában a fiataloknak perspektívát tudjunk mutatni. Hogy azt meg tudjuk nekik mutatni, hogy a világ legkorszerűbb technológiája itt van ebben a városban, ezért nem kell menni a világ másik végére, aki ezzel akar tanulni, majd dolgozni, az ezt itt megteheti, de hogy ezt ők elhiggyék, ahhoz szükség van az infrastruktúrára, a beruházásra, de leginkább arra az elkötelezettségre, amit az egyetem tud adni, mint akadémia tud adni a fiatalok számára. Hogy tudást ad, megfelelő brendet ad, a végén megfelelő diplomát ad, minőséget ad, és adja nekik azt az esélyt és lehetőséget, hogy boldog emberként azban és úgy dolgozzanak, amit választottak maguknak, de közben úgy, hogy ezzel megfelelő egzisztenciát és szellemi kihívást is találnak egyszerre. Szerintem erről szól már az alapfok, a középfok és természetesen különös tekintettel a felsőfokú képzés. Az új háromszintes épületben nagy előadóterem, kis előadótermek, konzultációs szobák, olvasóterem, könyvtár, számítástechnikai terem és konferenciatér is helyet kap. Egészségnapot tartottak a Tóparti gimnáziumban. A program célja az volt, hogy minél több diákot megmozgassanak, és felhívják a figyelmet az egészséges életmód fontosságára.
Labdás újraélesztéssel kezdődött a nap a tóparti iskolában. A diákok immár jól tudják, baj esetén mit kell tenniük. A testnevelő tanáraink részt vettek egy képzésen, ahol megtanulták az újraélesztést, és ezt a tudást átadták nekünk. És az elmúlt pár percben igazából bemutattuk azt, hogy mit tanultunk tőlük. Megtanultuk, hogy az emberi agy 4 percig képes működni, még miután az oxigén elfogyott, és minél előbb meg kell kezdenünk az újraélesztést. Ha találunk esetleg egy rászorulót, akinek szüksége van az újraélesztésre, akkor azonnal meg kell kezdenünk a mákasi kompressziót, ami zene hallható volt az előadásunk során. Annak az üteme segít a mákasi kompresszió végrehajtásához. Egy program keretében tartottak egészségnapot azért, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra. Ma már túl vagyunk egy újraélesztő tanfolyamon, illetve egy flashmobon, és most az Ovisok műsora következik. A szomszédos óvodát meghívtuk egy ilyen kis váltóversenyes programra. Szeretnénk minél hamarabb őket rávenni arra, hogy mozogjanak, mozogni jó. Ezt követi majd egy aerobik, amit egy volt tanítványunk fog a diákoknak tartani. Itt is nagyon jó hangulatban és nagyon jó zenére fognak történni a mozgások. Mi a célja, fontossága a mai napnak? Mindenképpen ehhez az egészségügyi programhoz, egészségnaphoz szerettünk volna ezzel csatlakozni. Ezt kiegészítendő a diákoknak az elméleti kvízjátékához és egyéb programjaikhoz szerettünk volna sporttal kapcsolódni. A programot a 3. Semmelweis egészségversenyen résztvevő eukarióták nevű csapat szervezte. Ez a 3. fordulónk. Az első 2 fordulóban egy internetes tesztet kellett kitöltenünk, és ezáltal bekerültünk az ország 100 legjobb csapatába, és meghirdették, hogy iskolánkban ezt az egészségnapot kell szervezni különböző programokkal. Az a lényeg, hogy minél több embert megmozgassunk egészséges táplálkozásra, a mozgásra, biztassunk mindenkit. Ezáltal mi is tanulunk belőle dolgokat, meg a társainknak is adunk át tudást. Mik a visszajelzések, illetve milyen programokat szerveztetek? Minden szünetben az aulában egy standunk van, ahol vérnyomásmérés, BMI számítás és egy reproduktív egészségügyel kapcsolatos kvízt tölthetnek ki a tanulók. A testnevelőteremben pedig az óvodásoknak szerveztünk egy sportversenyt, és ezt követően Wang Arnold egy aerobikot fog tartani az iskola tanulóinak. Mit gondolsz, mennyire foglalkoztatja iskolás társaidat az egészség, az egészséges életmód, a mozgás? Úgy gondolom, mivel a tóparti ez egy természettudományos gimnázium, ezért szerintem mindenki fontosnak tartja, főleg, hogy az iskolánkban nagyon sokan tanulják emelt szinten a biológiát és kémiát is, és ezáltal. Mennyire fontos a mozgás? Személy szerint nekem nagyon fontos, kézilabdáztam 6 évig, és ezáltal el se tudnám képzelni a mozgást, hogy nincs az életemben, úgyhogy szerintem társaim is ugyanígy gondolják. Szinte az iskola minden zegzuga megtelt. Míg a tornateremben a Vörösmarty óvodásoknak szerveztek sorversenyt, addig a tanórák közti szünetekben a földszinten BMI számítás, vérnyomásmérés és kvíz várta a diákokat. Ményakrák, különböző jó és rossz indulatú elváltozások, tumorok. Ezeket a betegségeket okozhatja többek között a nem kezelt HPV vírus. A fertőzésről és annak kezeléséről tartottak tájékoztatót a Hotel Magyar Királyban. A fertőzésben nagyja meg is gyógyul. Azokkal van gond, akik ugye nem gyógyulnak meg, ott lesznek majd a betegségek, viszont azt tudni kell, hogy ez a HPV vírus által okozott fertőzés nem okoz semmilyen tartós védelmet. Tanároknak, szülőknek szerveztek előadást azért, hogy felhívják a figyelmet a HPV vírusra, annak megelőzésére. Fábián Károly onkológus, urológus főorvos szerint a humán papilóma egy nagyon elterjedt DNS vírus. A világ lakosságának 80%-a átesett vagy át fog esni a vírus okozta megbetegedésen. Ezért is fontos évről évre beszélni róla. Nagyon fontosak a védőoltások, hogy olyan betegséget, amit nem kell megkapni, meg lehet előzni, és sajnos a mai világban egyre több rémhír kering az oltások mellékhatásaival kapcsolatban, amelyek minden alapot nélkülöznek.
Nincs mellékhatása ezek szerint akkor a HPV oltásnak? Ilyen nincs, mindennek van mellékhatása, de történt egy nagy magyarországi vizsgálat pár évvel ezelőtt, amiről beszélnek is a diákon, 90%-ban a mellékhatás a tűlátványát okozta rosszulét volt. Tehát gondolom, ez nem egy ilyen komoly mellékhatás, hiszen a tű bárhol lehet. Úgyhogy tehát mindenki van mellékhatása, de minimális, minimális. Miért fontos a fiúkat is oltani 12 éves korban a lányok mellett? Nagyon fontos, két probléma miatt, egyrészt ők is kaphatnak a HPV-től nagyon csúnya gyulladásokat, elváltozásokat, és nem utolsó sorban rákot, hiszen a péniszrákok, végbélrákok, szintén, illetve hangszalak, tumorok, ők náluk is nagyon gyakran fordulnak. Másrészt meg ugye átadó szerepet játszanak, tehát hogyha egy lányt megmentünk egy méhnyakráktól attól, hogy beoltunk 10 millió fiút, már megérte. Nagyjából mennyire elterjedt ez a betegség? Nagyon elterjedt. A világ lakosságának a 80%-a életében legalább egyszer átesik ez a fertőzésen. Nyilván a fertőzések nagyja egy-két év után spontán gyógyul. Ami nem, azzal van a probléma. És amivel probléma van, az milyen betegség lehet? Mitől kell óvakodjunk? Ugye vannak jó indulatú elváltozások, és vannak rossz indulatú. A rossz indulatú egy akkor ugye a méhnyakrák, ugye, amit mindenki tud, hiszen ez egy Nobel-díjas felfedezés volt, de ugye itt vannak a végbélrákok, a szemérremtes tumorok, a péniszrákok, a hangszalag, a gégerákok, mind-mind nagy százalékban szerepel vírus eredet. És ez a védőoltás, hogy gyakorlatilag 90%-ban tartom azokat a vírusokat, amelyek rákot tudnak okozni. Hogyha már megtörtént a baj, akkor gyógyítható egyébként? Gyógyítható nagyon nehezen, sok-sok hónapon keresztül. Amennyiben nem, úgy mindenképp megfigyelhető, hogy a rákkori stádiumában elkaphatók ezek a betegek, ami viszont jól gyógyítható. Székesfehérvár igyekszik minden platformot kihasználni annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a HPV vírus megelőzésére. Azért nagyon fontos a HPV oltásról, a megelőző hatásáról beszélni, mivel nagyon sok téves információ, nagyon sok rémhír kering olyan forrásokon az interneten és egyéb helyeken, amik megtéveszthetik a szülőket és azokat, akik most döntenek arról, hogy beadatják-e a fiúknak ezt az oltást vagy nem. Mi azért szerveztük ezt a találkozót, hogy hiteles információkat nyújtsunk, hiszen az nagyon kár lenne, hogyha születik egy Nobel-díjas találmány, ami bizonyítottan hasznos. Az állam és az önkormányzat segítségével a 12 éves korosztály Székesfehérváron ehhez ingyenesen hozzájut, és nagyon-nagyon nagy kár lenne, hogy ezt nem használnák ki. Azért van szükségünk minden fórumra, ahol tudjuk propagálni ezt, és hiteles információkat nyújtani. Ha jól tudom, akkor Székesfehérvár az elsők között oltja be a fiúkat is, igaz ez? Megyei jogú városnak igen, úgy, ahogy ez a lányok esetében is így volt. És visszajelzés nekünk is, hogy mennyire jó lépés volt, hogy azóta ez egy országos oltóprogram lett a lányoknak. Székesfehérváron a lányok mellett a 12 éves fiúgyermekek is térítésmentesen kapják meg az oltás sorozatot. A szülők márciusban fogják kézhez kapni az önkormányzat tájékoztatását, amely alapján az oltási igényléseket benyújthatják. Hagyományos rehabilitációs tornát tartott a Székesfehérvári Szívegyesület, amire mi is ellátogattunk. Az eseményen bemutatkozott a szervezet új orvosa is. Nagyon-nagyon megijedtem, de hát muszáj volt szembenézni velem. Kalmár Lászlóné egy igen ijesztő diagnózist kapott a kezébe kicsivel több mint egy éve. Kiderült, hogy a szívbillentyűm nagyon messzesedett, és azt gondoltam, hogy tudok rajta javítani, de hát a tornával nem ment. Egy éve volt januárban, hogy szívműtétem volt. A szívbillentyűt cseréltek, mert tiszta méz csomó volt az egész, és már nem nagyon jól működött, és hát nagyon jól sikerült fönn a Városmajorba. Végezték a műtétet, és hát jó órába mondjam, azóta semmi gondom, és olyan, mintha semmit nem is csináltak volna velem, nagyon jól sikerült. Az asszony azóta már nevetve meséli történetét. Azt mondta a professzor úr, hogy
nincs két esély, hanem előfordulhat olyan, hogy egyszerűen lefordulok a székről, és akkor annyi lesz. Szóval nem nagyon lehetett mást tenni, csak ezt a megoldást, a műtétet. És nem bánom, most már nagyon-nagyon féltem. Meg is próbáltam megkerülni a professzor urat, hogy katéteres szívbillentyű cserét csináljanak, de azt mondta Merkeli Béra professzor úr, hogy sajnos nem lehet 75 év alatt nem csinálják ezt, csak akinek ilyen járulékos betegségei vannak, azoknak sokkal több gondja van, mivel az én leleteim jók voltak, így a hagyományos műtét kerekedett ki belőle. Kalmár Lászlóné a Székesfehérvári Szívegyesületbe jár, hogy ott az övéhez hasonló betegségen átesett sorstársaival együtt lehessen, és hogy együtt tegyenek egészségükért. Nagyon jól érzem magam itt, nagyon szeretem. Jó a kollektíva, a társaság, a gyógytornászok, nagyon helyesek, kedvesek. Úgy gondolom, hogy segít a mozgás, ugye az nagyon kell, mert nem szabad elfeküdni szívműtétek után, most már úgy van, hogy terhelni kell a szívet, persze bizonyos kereteken belül, és hát én ezt megpróbáltam, és mondtam, nagyon jól sikerült minden, és jól érzem magam. Minden kedden és csütörtökön jönnek össze azok a fehérváriak, akik átestek valamilyen szívbetegségen. A Székesfehérvári Szívegyesület tagjai minden héten rehabilitációs tornával és életmódváltással épülnek fel. A legutóbbi eseményen bemutatkozott az Egyesület új orvosa is. Boznánszky Petra a hosszú távú életmódváltásban segíti majd a hozzáfordulókat. Én 2013 óta foglalkozom a kardiológia rehabilitációval, és ez az utógondozásnak egy nagyon fontos része, ez a szívklub, mert amikor valaki szívinfarktust kap, vagy valami szíveseményen átesik, és utána hozzánk kikerül Móra a kardiológia rehabilitációra, az csak egy 3 hét. Ott mi nagyon intenzíven a dietetikus, a pszichológus, a gyógytornász felkészíti az eljövendő életmódváltozásra, de hogy ez a hosszú távon is be legyen tartva, ez lenne a lényege a szívklubnak, tehát hogy itt továbbra is menjen a gyógytorna, legyenek diétás oktatások, illetve pszichológiai foglalkozás is. Ez az utóbbi kettő most jelenleg még nincs meg, de megpróbálunk ezen is változtatni. Szeretnénk azt, hogy így, hogy van egy orvos, aki a kórházban elérhető, akivel az apró cseprő gondokat meg lehet ne beszélni, akár soron kívül is, mert ugye tudjuk, hogy azért a kardiológiai szakrendelésre nagyon nehéz bejutni, tehát egy kicsit talán ezzel tudnánk segíteni a klubtagoknak, hogy ők a problémáikkal időben kerüljenek orvoshoz. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy hát mindenképpen a hosszú távú életmódváltásban feltétlenül kell nekik segíteni. Tehát amikor elbizonytalanodnak, hogy mi az, amit lehet csinálni, mi az, amit nem, abban szeretnénk segíteni nekik. Egyébként, aki átesett egy ilyen szíveseményen, ahogy ön is mondta, milyen mértékű életmódváltás kell? Tehát mi az, amire ő nekik az esemény után feltétlenül oda kell figyelni és változtatniuk kell? Hát attól függ, hogy ugye mennyire érintette az ő szívét, ha mondjuk nem annyira, és nagyon időben került be a kórházba, és meg tudták nyitni az ő elzáradott koszorúserét, akkor gyakorlatilag a normál, egészséges életmódot kellene folytatni, de ezt Magyarországon elég kevesen folytatják. Alátámasztja ez az adat is, hogy gyakorlatilag a halálozásnak az 50%-át a szív érrendszeri halálozás adja, és ebből is hát legalább a fele az a szív eredetű, és csak a többi a perifériás, illetve az agyi események, ami még ide tartozik. És hát hogyha ha meg jobban érintett a szív, tehát hogyha maga a pumpereje is elveszik, hát akkor viszont nagyon a gyógytornával azt kell megtanítanunk, hogy mi az a fizikai aktivitás, amit kell csinálni, de mi az, amit meg már nem lehet.
A diétás oktatás az szinte majdnem mindenkinek ugyanaz, kicsit komplexebb az, aki cukorbeteg, vagy valami anyagcserebetegsége van pluszban. A pszichológiai foglalkozásokkal pedig azt szeretnénk elérni, hogy ez az óriási sok, ami ilyenkor éri az embert, hogy miért pont én kaptam infarktust, miért kaptam infarktust, tudok-e változtatni az életvitelemen, a szorongásomon, egy ilyen relaxációs technikáknak mindenképpen a bemutatása, és a nálunk dolgozó pszichológus egyébként még ilyen meseterápiát így az országban szinte elsőként így elkezdett foglalkozni a betegekkel. Tehát ezek a fontosak. A heti fitben pedig most lazítunk egy kicsit. A következő percekben a masszázs jótékony hatásairól lesz szó. Épp testben épp lélek, és az egészség megőrzés fontos része az, hogy gondoskodjunk a testünkről, akár egy jó masszázs formájában egy kicsit feltöltődjünk. Mégis mi a jelentősége, milyen hagyományai vannak a masszázsnak? Hát a masszázsnak nálunk nincs olyan hatalmas tradíciója, mint más országokban, mondjuk az északi skandináv népeknél. De már feljegyzések vannak arról, hogy Mátyás király udvarában léteztek a dögönyöző emberek, és amióta világ a világ, a masszázs valamilyen formában létezik. A masszázs meghatározása, hogy a test felszínén a bőrön kézzel végzett mechanikus kezelés, aminek meghatározott fogásrendje, meghatározott sorrendje van. És ha ebbe belegondolunk, akkor amikor elesik egy kisgyerek, és az anyukája megsimítja, már az is a masszázsnak az első lépése a simításokhoz hozzátartozik. És élettani hatása pedig az, hogy megnyugtatja és csökkenti a fájdalmat. És általában a masszázsnak nagyon röviden közérzetjavító hatása van, illetve hogy ezt a jó érzésünket szolgálja. Mondhatjuk azt, hogy civilizációs betegség, hogy letapadnak az izmaink, az ülőmunka miatt is szükséges vagy fontos dolog lehet a masszázs. Igen, és ennek inkább az okozója a stressz. Nem csak az ülőmunka, nagyon sok munkahelyen már alkalmaznak masszőrt, aki nem az asztalát, hanem a székét viszi, és irodai masszást alkalmaznak egy 15-20 percben. Vagy figyelnek arra, hogy felálljanak munka közben, mozogjanak, van, akinél kötelezően előírják a mozgást. Régen volt ilyen, elindult egy ilyen, hogy tornáztatták az irodai dolgozókat, aminek így igazából már nincs hatása, vagy már nem létezik ilyen, de valamilyen kezdeményezés volt ez is. Én inkább a masszást és a gyógytornát tudnám javasolni, és egy gyógytornával és egy utána következő masszázssal, vagy masszázs és gyógytornával csodákat lehetne tenni, ami nem csak fizikai közérzetünket javítja, hanem a stresszt is oldja. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!